A vírus aktivitásának csökkenési tendenciója van, tehát fokozatosan csökken. Az is jellegzetes, hogy nem egyforma bizonyos körzetekre nézve. Tehát sok körzetben, Vajdaságban például alacsony szintet mutattak, Észak-Bánát és Nyugat-Bácska kivételével. A meteorológusok mondják, hogy egy újabb hideg hullám jön, még hidegebb lesz, hogy a hideg az viszont árt a vírus. Soknak, hogy úgy mondjam. Igen, na most azt kell mondani, hogy az influenza esetében ez ellenkezőleg az igaz, tehát az influenza vírus szereti a hideg, száraz levegőt, úgyhogy ebből a szempontból tehát ez influenzának tehát előnyös lehet a terjedésére, igen. Viszont hát február folyamán még várható bizonyos vírus aktivitás, és főleg azzal is van összekötve, hogy ugye a színidő alatt egy kicsit ugye a gyerekek is nem jártak ilyen iskolába, óvodákba, kollektívekbe, igen. És akkor az a sok, egy kis térben sok ember jelenléte ugye az is előnyös a vírus terjedése szempontjából.